Magyarországi német germanisztikát tanult, sokáig a Német Nemzetiségi Rádióban dolgozott Erdei Krisztián. A káoszkora német politika szélsőségek nyomásában elnevezésű beszélgetőest moderátora. Azt mondta, a téma közel állt hozzá, és szerette volna ezt is behozni és bemutatni a Baranya vármegyei közönségnek az MCC Pécsi képzési központjában, mint képviseletvezető. Ezért hívtuk el Klaus Rüdiger Mayt, aki egyébként szintén germanista filozófiát is tanult, és számos izgalmas kötet szerzője, illetve a Tischis Einblick nevű német labban rendszeresen publikál, tehát kiválóan ismeri a német társadalmat, a német politikát és a német gazdaságot. És hát egy nagyon aktuális témáról van szó, hiszen a német politika az egész Európai Uniós politikára kihat, és hogyha olvassuk az újságokat, akkor tényleg olyan aktualitások vannak most terítéken, hogy Németország szállítson-e Taurus nagy hatótávolságú rakétarendszereket Ukrajnának, hatalmas vita, illetve botrányok vannak-e körül Németországban. Szóval úgy gondoltuk, hogy nem árt, hogyha a magyar, a pécsi közönség is megismeri ezeket a témákat, és bepillantást nyer a dolgok mögé. Korábban nem volt példa, hogy a képviseletvezető akár előadást, moderálást, beszélgetést folytatott volna egy meghívott vendéggel. Most erre is van példa. Amikor a pécsi képviseletet tavaly szeptemberben átvettem, akkor az célom is volt, hogy több német rendezvényt is megvalósítsunk itt a pécsi MCC-ben, mert hát Pécs, Fünfkirchen egy német gyökerű város is, és szerintem komoly német nyelvű közönség is lakik a városban, úgyhogy szerintem izgalmasak ezek az előadások, és hogy ezek német nyelven folynak, és a mai látogatói létszám is azt mutatja, hogy érdekli ez az embereket. Ez pedig olyannyira igaz, hogy teltházat vonzott a német program a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képzési központjában.